Sok szeretettel köszöntöm a kedves nézőket. Mai vasárnap, halottak napja van. Elhunyt szeretteinkre, hozzátartozóinkra emlékezünk. Imádkozunk minden megholtért. Amikor Isten elé jövünk a templomba, vagy a temetőben, megemlékezünk imádságainkban elhunyt szeretteinkről, akkor Jézus Krisztus haláláról és feltámadásáról emlékezünk meg. Ő azt kérte tőlünk az utolsó vacsorán, hogy így emlékezzünk meg, hogy megtörjük a kenyeret, és fölajánljuk a bort, és ez Krisztus testévé és vérévé válik. Azzá az eledellé, amely mindannyiunk számára az örök élet eledele lesz. Jézus Krisztus megment minket. Ne féljünk ezért a halál kényszerét látva, hanem engedjük, hogy Isten szeretete még itt, ebben a szomorúságban is átjárja szívünket. A szentmisét a kaposvári Szentkereszt templomból, a Donneri városrészből mutatjuk be. Dicsértessék a Jézus Krisztus, mindörökké. Amen. Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Az Úr legyen veletek. És a te lelkeddel. Amint Krisztus meghalt és feltámadt, ugyanúgy feltámasztja Isten azokat is, akik Jézusban hunytak el. És ahogyan Ádámban minden ember meghal, ugyanúgy Krisztusban mindenki örök életre támad. Halottak napja van. Szent misénket minden megholtért ajánlom fel. Amikor szembenézünk a búcsúzás fájdalmával, visszaemlékezünk elhunyt szeretteinkre, imádkozzunk értük, hogy mindannyian igent tudjanak mondani Isten szeretetére. Hogy mi is meg tudjuk ezt tenni, a Szent Mise kezdetén vizsgáljuk meg lelki ismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepeljük az Úr szent titkait. Gyónom a mindenható Istenben, és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem, gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én igen nagy vétkem. Kérem ezért a boldogságos, mindenkor szeplőtelen Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket testvéreim, hogy imádkozzatok érettem Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre. Amen. Amen.
könyörögjünk. Mennyei Atyánk, hallgasd meg jóságosan imádságunkat, amikor húsvéti hittel valljuk, hogy szent fiad a halálból életre támadt. Kérünk, erősítsd bennünk azt a reménységet, hogy elhunyt híveidnek is megadod a boldog feltámadást. Ami Urunk Jézus Krisztus, a te fiad által, aki veled él és uralkodik a szent lélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Amen. Gyermekeket most arra kérem, hogy vonuljanak a gyermek ige liturgia helyszínére. Mi pedig az Ószövetségi olvasmányban Makkabeusok második könyvéből hallgatjuk a feltámadás egyik első hitéről való beszámolót, amikor a templomban imádságot mondatnak Jeruzsálemben a megholtakért. Hallgassuk figyelemben az írásokat. Olvasmány a Makkabeusok második könyvéből. A harcuk befejeztével Makkabeus Júdás, a választott nép bátor vezére gyűjtést rendezett, és 12 000 ezüst drachmát küldött Jeruzsálembe, hogy engesztelő áldozatot mutassanak be a megholtakért. Jól és hívő lélekkel gondolkodott a feltámadásról. Ha ugyanis nem hitte volna, hogy azok, akik elestek a harcban, egykor feltámadnak, fölöslegesnek és hiába valónak tartotta volna, hogy a halottakért imádkozzék. Ő azonban fontolóra vette, milyen nagy jutalom vár azokra, akik vallásos lelkülettel pihentek el a halálban. Szent és üdvös dolog tehát imádkozni a halottakért, hogy feloldozást nyerjenek bűneiktől. Ez az Isten igéje. Istennek legyen hála. Az igazak segítsége az Úrtól való. Az igazak segítsége az Úrtól való. Jóságos és irgalmas az Úr, hosszan tűrő és nagy ír van. Nem bűneink szerint bánik velünk, és nem gonoszságunk szerint fizet vissza. Az igazság segítsége az Úrtól való. Ahogy az Atya megkönyörül fiait, úgy könyörül az Úr azokon, akik félik őt. Jól tudja ő, hogy miből alkotott, megemlékezik arról, hogy csak kor vagyunk. Az igazad segítsége az Úrtól való. Az ember napjai a fűhöz hasonlók, és elhervad, mint a rétvirágok. Ráfúj a szél, és nincs már többé, míg a helyét sem lehet többé felismerni. Az igazad segítsége az Úrtól való. Szent Lecke, Szent Pál apostolnak a korintusiakhoz írt első leveléből. Testvéreim, most egy titkot mondok el nektek. Nem halunk meg mindnyájan, de mindnyájan elváltozunk, hirtelenül, egy szempillantás alatt,
a végső harsona szóra. Megszólal ugyanis a harsona, és szavára feltámadnak a halottak romolhatatlanságban, mi pedig elváltozunk. Ennek a romlandó testnek magára kell öltenie a romolhatatlanságot, ennek a halandó testnek magára kell öltenie a halhatatlanságot. Amikor pedig a romlandó test magára ölti a romolhatatlanságot, a halandó a halhatatlanságot, akkor beteljesedik az írás szava. A győzelem ereje elnyelte a halált. Halál, hol a te győzelmed? Halál, hol a te fullánkod? A halál fullánkja a bűn ereje pedig a törvény. Legyen hála az Istennek, mert ő győzelemre segít minket, Jézus Krisztus a mi Urunk által. Ez az Isten igéje. Istennek legyen hála. Legyen veletek, és a te lelkeddel. Evangélium Szent János könyvéből. Dicsőségeken egy alkalommal Jézus ezt mondta a zsidóknak. Bizony, bizony, mondom nektek, aki hallgat az én tanításomra, és hisz abban, aki engem küldött, annak örök élete van, és nem sújtja őt az ítélet, mert már átment a halálból az életbe. Bizony, bizony, mondom nektek, eljön az óra, sőt, már itt is van, amikor a halottak meghallják az Isten fiának szavát. Meghallják, és életre támadnak. Amint ugyanis az atyának élete van önmagában, a fiúnak is megadta, hogy élete legyen önmagában. A fiúnak hatalmat adott arra is, hogy ítéletet tartson, mert ő az ember fia. Ne csodálkozzatok ezen. Eljön az óra, amikor a halottak meghallják Isten fiának szavát, és előjönnek sírjukból. Akik rosszat tettek, feltámadnak a kárhozatra, akik jót cselekedtek, feltámadnak az életre. Ezek az evangélium igéi. Áldunk téged, Krisztus, az evangélium társadás, legyen bűneink bocsánat. Kedves testvérek, halottak napja van, mégis a szerető Istenről szeretnék szólni. És a kettő sokak számára nem összeegyeztethető, nem is könnyű a két képet egymás mellé rakni. A mai szentírási olvasmányokban is azt látjuk, hogy Isten az irgalom szavával szeretne hozzánk fordulni. Megígéri nekünk, hogy ha hiszünk Jézus Krisztusban, akkor örök életünk van. Egy olyan biztosítékot akart nekünk adni, hogy egészen bizonyosak legyünk abban, hogy ő szeret minket, még akkor is, hogyha minden összeomlani látszik. És a halál az pont ez a pillanat mindannyiunk életében.
A halállal való találkozást nagyon nehéz feldolgozni. A gyásznak hosszú ideig tartó munkáját kell elvégezzük ehhez. Vannak, akik azt gondolják, hogy azért, mert meghalt egy közeli hozzátartozójuk, azért már hátat fordíthatnak Istennek, és meg tudjuk őket érteni az érzésnek a szintjén. Mégis emögött a magatartás mögött egy téves istenkép áll, mint hogyha Isten venné el tőlünk szeretett hozzátartozóinkat, mint hogyha ő lenne az, aki nem védené meg a szeretteinket ettől a szörnyűségtől. Isten azonban kiemel mindenkit, aki hozzáfordul. Egy kedves ismerősöm, egy kiváló ötvös művész, Ozsvári Csaba úgy halt meg, hogy fölajánlotta magát és családját teljesen a szűzanyának, és az ezt követő órában még amellett a szentély mellett életét veszítette, hirtelen elragadta őt a halál. És akik körülötte voltak, barátai, testvére is, őt felesége, gyermeke, nem tudták igazából, hogy mi is történt, miért engedi meg ezt az Isten. És ma mégis azt a helyet úgy hívják, ahol meghalt, hogy ablak nyílt az égre. Mert hogy Isten elfogadta az ő felajánlását és áldozatát. És sokunkat megerősít elzarándokolni arra a helyre, ahol Isten őt magához szólította, vagy megengedte, hogy abban a pillanatban ő kilépjen ebből a földi életből. A tapasztalatom az, hogy minél inkább hirtelen ragad el valakit a halál, annál inkább nehéz földolgozni az ő vele való kapcsolatunkat, miért is történt ez. Míg hogyha valaki hosszabb betegség után veszíti életét, akkor az embereknek ott van a lehetőség arra, hogy erre valamelyest felkészüljenek, s talán neki magának is. De milyen nehéz fölvállalnunk azt, hogy szóba hozzuk ezt, hogy megpróbáljunk papot hívni hozzá, hogy fölkészüljünk arra az órára. És mégis számtalan olyan példát tudnék mondani, amikor Istennek a kegyelme ilyenkor be tudott lépni az embereknek az életében. Amikor, még ha már csak olyankor is hívtak oda, azt gondolták, hogy szinte egyáltalán nem tud róla a beteg, hogy most már papot hívnak, és én azt láttam, hogy érkezésemre megmozdul az illetőnek a keze és homlokához emeli az ujját, még ha befejezni már nem is tudta a keresztvetést, de mégis elkezdte, jöttömre. Mert ott volt benne, hogy szeretne belépni abba az országba, amelyet a feloldozás és a kenet megnyit számára. De milyen nehéz elhinnünk azt, hogy mindannyiunkban igazából ott él ez a vágy, és mennyire be van még mindig szorítva a szívünkbe az, hogy ne beszéljünk arról, hogy mi vágyunk igazából Isten szeretete után, vágyunk arra, hogy egyesüljünk Istennel. Pedig ez a szívünknek a legmélyén lévő vágy, és minden más igazából ehhez képest eltörpül, szinte nincs is. Isten szeretetének a vágya a szívünkben, az sokkal-sokkal erősebb mindennél, amit csak el tudunk képzelni. És erre a vágyra kell nekünk most itt igent mondani. És ebből a vágyból indul ki az, hogy mi imádkozunk a testvéreinkért, akik már előttünk jártak, ugye így fogalmaz a liturgia a hit jelével, vagyis legalábbis megkeresztelve, és hisszük azt, hogy ez már egy óriási segítség volt számukra. És hogyha haláluk előtt föloldozta őket a pap, és megkapták az utolsó kenetet, akkor egészen biztosak vagyunk abban, hogy testvérünk Krisztusban halt meg.
és hogy megkapja azt a kegyelmet, azt az ajándékot, hogy igent tudjon mondani majd Isten előtt. Persze Isten nem veszi el a szabadságunkat. Nem akarja, hogy úgy üdvözüljünk, hogy mi arra nem mondunk igent. Csak akkor tudunk belépni a mennyek országába, hogyha tényleg igent mondunk erre. És itt látjuk, hogy akkor, hogyha halottaink már csak az utolsó utáni pillanatban, vagy a legutolsó pillanatban, amikor már nincsenek szinte értelmük használatánál, akkor kapják meg tőlünk ezt az esélyt, akkor számunkra még mindig ott marad egy kicsit a bizonytalanság. És hozzátartozóink számára is ott maradhat a bizonytalanság, hogyha nem mondjuk nekik, hogy ne féljetek. Ne féljetek, mert én most belépek az életbe. Milyen jó lenne, hogyha mi is úgy tudnánk búcsúzni barátainktól, hozzátartozóinktól, még akkor is, hogyha nem tudjuk őket már személyesen köszönteni, hogyha nem tudnak mindannyian elzarándokolni hozzánk. Ahogyan egy kedves testvértől olvastam, aki utolsó óráiban még ezt üzente barátainak, közössége és plébániái tagjainak: barátaim, szeretlek benneteket. Milyen jó lenne, hogyha mi is ezt az üzenetet tudnánk átadni mindenkinek. És tanúságot tudnánk tenni arról is, hogy mi most belépünk az életbe, hogy Istennek a szeretetébe lépünk be, és ott várjuk majd a többieket. Milyen vigasztaló lenne ez mindenki számára. Amikor a mai szentírási részeket olvastuk az Ószövetségben, egy olyan több ezer éves emléket állítottak nekünk, amelyben azt látjuk, hogy a halottakért mindig is imádkoztak, már haláluk után is. Itt ráadásul ezt a történet nem mondta, de egy olyan csatáról van szó, ahol ugyan győzött Izrael, de a halottaknak a ruhái alatt Jamnia bálványainak képeit meg, amuletjeit találták meg. És ezért gondolta úgy a vezér, Makkabeus, hogy neki imádkoznia kell az elhunytakért, mert úgy tűnik, hogy haláluk, bűnük következménye is volt. És valahol igaza volt, hogy a halál az mindig a bűnnek a következménye. Nem mindig a személyes bűné, sajnos olyan is van, de a bűnnek a következménye a halál. A halált nem Isten alkotta, mondja a Szentírás. Ő nem leli örömét az élők pusztulásában. Ő az életet akarja nekünk adni. Aki hallgat az én tanításomra, mondja Jézus, és hisz abban, aki engem küldött, annak örök élete van. Nem sújtja őt az ítélet, mert már átment a halálból az életbe. És ezért imádkozunk a meghaltakért is, hogy átmenjenek a halálból az életbe. Mi, katolikusok, ezért mutatunk be értük szentmisét, ezért ajánlunk föl még búcsút is megholtjainkért. Amikor keressük azt, hogy hogyan tudunk még segíteni valakinek, aki meghalt, akkor nagyon-nagyon szegényesnek tűnik az eszköztárunk. Pedig az imádság, a jó cselekedetek és a böjt egyaránt fölajánlható az elhunyt hozzátartozókért is, és fogják tudni azt ők valamilyen formában majd hasznosítani. Talán egy kicsit tévedést áldozatai lehetünk, amikor azokra gondolunk, akiket nagyon-nagyon szeretünk. Mert könnyen azokat, akiket szeretünk, azokat szinte szentté tudjuk avatni. És ez valahol egy ilyen természetes emberi tulajdonság. Az, aki szimpatikus nekem, aki vonzó, arról már rögtön azt gondolom, hogy valószínűleg szent is. És amikor azt gondolom valakiről, hogy szent, akkor pedig nem gondolom, hogy nekem kellene azért imádkozni, hogy ő jobb legyen, vagy hogy ő az Istennel mélyebb közösségre jusson, hát legfeljebb majd ő imádkozik értem. És persze igaz ez, hogy kölcsönösen imádkozunk egymásért, de nagyon is szükségünk van arra mindannyiunknak, hogy imádkozzanak értünk.
élőkért és megholtakért is fölajánlhatjuk adományainkat, fölajánlhatjuk imádságunkat, jó cselekedeteinket és a böjtjeinket. És föl fogjuk fedezni azt, hogy Isten átalakít minket, miközben ezt tesszük. Mi is jobb emberekké válunk. Mi is tudunk majd nemet mondani a gonosznak, a sugdolózásainak, amelyik megpróbálja nekünk azt mondani, hogy látod, ő is meghalt, nincs Isten, pedig Isten van. Ha a jót elfogadjuk Isten kezéből, mondja Jób, miért ne fogadnánk el a rosszat is? Isten sokkal nagyobb annál, mint amit mi el tudunk képzelni. És végül hadd meséljem el a testvéreknek, hogy néhány nappal ezelőtt meglátogattam egy idős rokonomat, távoli rokon, és elbeszélgettünk a családunkról, hogy hol voltak annak a közös pontjai, és azt láttuk, hogy ez valahol nagyon-nagyon messze, szépapánknál vagy ükapánknál ért össze. És akkor azt láttam, hogy erre a dologra igazából mind a ketten személyesen egyáltalán nem emlékezünk, de csupán az emlékeink azok, amelyek itt vannak, amelyeket a nemzedékek adtak át nekünk. És így tudjuk, hogy mi is ehhez a családhoz tartozunk, őt Berzsenyinek hívták, nekem a nagymamámat hívták, Berzsenyi Máriának. És azt láttuk, hogy erről nem tudunk túlságosan sokat beszélni igazából, hogy mi is volt valamikor, hogy oldalágon voltak híres emberek, egy dolog. De akkor elkezdtünk beszélni az élőkről. És kiderült, hogy milyen sokan vagyunk, hogy milyen sokan vannak, akik még élnek, és akikért érdemes még élni, és akikről ők is örömmel emlékeztek meg, és azt láttuk, hogy milyen széles és milyen nagy az a család, ahol kimondhatjuk, hogy egymásnak testvérei vagyunk. És erre szeretném a testvéreknek a figyelmét is egy kicsit irányítani, miközben a megholtakra emlékezünk, gondoljunk azokra is, akik még élnek. Gondoljunk arra, hogy mennyire hálát adhatunk Istennek, hogy még olyan sokan vannak, akik körülvesznek minket szeretetükkel, akik igent mondhatnak arra, hogy Jézus Krisztus életet, örök életet akar adni nekünk. És itt feladatunk van, hogy ővelük együtt imádkozzunk, nem csak a megholtakért, hanem az élőkért is. És hisszük azt, hogy valójában mindannyian élünk és életben maradunk, mert Jézus Krisztus kivált minket a halálból. Nem maradhat a halálban, nem veszhet el az, aki hisz Jézus Krisztusban. Mi katolikusok még egy nagyon fontos dolgot is oda helyezünk emellé, és imádkozunk azokért is, akik még nem ismerték föl ezt az elrejtett titkot, hogy Szűz Mária, a szenteknek, minden szenteknek a királynője, a mi édesanyánk, szüntelenül közben jár értünk Szent Fiánál. És így föl tudjuk fedezni az Istennek a szeretetét és az ő irgalmát. Olyan sok kép van, amelyik úgy ábrázolja Szűz Máriát, hogy a kezében van kis Jézus. És egy atya egyszer azt mondta, képzeljük mi is a helyünkbe, a helyünket oda Szűz Máriának az ölébe. És én most még egy lépéssel szeretnék tovább menni, én arra hívom a testvéreket, hogy helyezzük elhunyt testvéreinket és élő testvéreinket, rokonainkat is Szűz Máriának az ölébe. Amikor ránézünk egy ilyen képre, és szinte melyik házban ne lenne ilyen Mária kép, akkor helyezzük oda Mária ölelő karjaiba mindazokat, akiket annyira szeretünk, és engedjük, hogy minket is velük együtt átöleljen az Isten, és fölfedezzük,
hogy ő még a halálban is szerető Isten marad. Jézus Krisztus, ami Urunk által. Amen. Amen. Isten fizesse meg. Imádkozzunk testvéreim, ami Urunkhoz, Jézus Krisztushoz, elhunyt szeretteinkért, a hit jelével elköltözött keresztény testvéreinkért, és mindazokért, akiknek hitét egyedül csak Isten ismerte. Vedd föl, Urunk, elhunyt szüleinket, rokonainkat és barátainkat az égiek közösségébe. Kérünk téged, hallgass meg minket. Fizess meg örök javakkal elhunyt lelki pásztorainknak, tanítóinknak és jótevőinknek. Kérünk téged, hallgass meg minket. Adj örök békességet az igazságtalanság és háborúk áldozatainak. Kérünk téged, hallgass meg minket. Találjunk benned, Urunk, irgalmas bíránkra, ha magadhoz szólítasz bennünket a földi életből. Kérünk téged, hallgass meg minket. Erősítsd meg lelkünkben a boldog feltámadás reménységét. Kérünk téged, hallgass meg minket. Urunk Jézus Krisztus, örök dicsőség királya, szabadíts ki minden elhunyt hívőt a tisztulás állapotából. A mennyei seregek vezére, Szent Mihály, vezesse őket a világosság országába. Fogadd el könyörgésünket és engesztelő áldozatunkat azokért, akikről ma megemlékezünk. Részesítsd őket abban a dicsőséges életben, amelyet egykor választottaidnak ígértél, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Amen. Amen. Imádkozzatok testvéreim, hogy áldozatunk kedves legyen a mindenható Atya Isten színe előtt. Fogadja el az Úr kezedbe az áldozatot, nevéreink félretére és dicsőségére, mindannyiunk és Fogadd kegyesen adományainkat, Istenünk, kérünk. Vedd fel elhunyt gyermekeidet szent fiad dicsőségébe, akinek fölséges áldozata testvéri szeretetben kapcsol össze minket, aki él és uralkodik mindörökkön örökké. Amen. Az Úr legyen veletek. És a te lelkeddel. Emeljük föl szívünket. Tőlemeljük az Úrhoz. Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek. Mi éltó és isasságos.
Mert valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked. Mi, Urunk, szentséges Atyánk, mindenható örök Isten, Krisztus a mi Urunk által. A boldog feltámadás reménye benne ragyogott föl nékünk, és így bár megszomorít a halál kényszere, az ígért örök élet megvigasztal minket. Mert híveid élete, Urunk, megváltozik, de meg nem szűnik, és amikor halandó testünk enyészetnek indul, lelkünket a mennyben örök otthon várja. És ezért mi is, miként az angyalok és főangyalok, a trónot körülálló hatalmas égi szellemek, és minden seregek a mennyben, a te dicsőséget himnuszát zengjük, és velük együtt vég nélkül énekeljük. Valóban szent vagy Istenünk, és méltán dicsőít téged alkotásod az egész teremtett világ, mert fiad, ami Urunk Jézus Krisztus által, a Szentlélek erejével éltetsz és megszentelsz mindent, és néped gyűjtesz magad köré szüntelen, hogy napkelettől napnyugatig tiszta áldozatot mutasson be neked. Kérve kérünk te át, Istenünk, a Szentlélek által szenteld meg áldozati adományunkat, hogy teste és vére legyen fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak, akinek rendelése szerint ezeket a szent titkokat ünnepeljük. Ő ugyanis azon az éjszakán, amelyen elárultatott, kezébe vette a kenyeret, és neked hálát adva áldást mondott. Megtörte, majd tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik. A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet, és neked hálát adva áldást mondott, majd tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek, és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Íme hitünk szent titka, halálod a kérdékünk, Urunk, és kérdőjük feltámadásra, amíg el nem jössz.
Annak emlékét ünnepeljük tehát, Istenünk, hogy fiad üdvösségünkért szenvedett, csodálatosan feltámadt, fölment a mennybe, és második eljövetelét várva, hálás szívvel felajánljuk neked ezt az élő és szent áldozatot. Tekints, kérünk, egyházad áldozati adományára, ismert föl benne fiad áldozatát, amely által kiengesztelődni akartál. Add, hogy mi, akik az ő testét és vérét magunkhoz vesszük, szent lelkével eltelve egy test és egy lélek legyünk Krisztusban. Ő tegyen minket neked szentelt örök áldozattá, hogy elnyerhessük az örökséget választottaiddal, elsősorban Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel, az ő jegyesével, Szent apostolaiddal, a dicsőséges vértanúkkal, és minden szenttel együtt. Az ő közben járásukban bízva reméljük, hogy mindenkor megsegítesz minket. Kérünk, Istenünk, hogy engesztelő áldozatunk hozzon az egész világnak békét és üdvösséget. Erősítsd meg hitben és szeretetben földi zarándok útját járó egyházadat, szolgádat Ferenc pápánkat és Béla püspökünket, a püspökök testületét, a papságot és egész megváltott népedet. Teljesítsd kegyesen házad népe kéréseit, hiszen te akartad, hogy színed elé álljunk. Jóságos atyánk, vondd magadhoz irgalmasan a világon szétszóródott valamennyi gyermekedet. Emlékezzél meg elhunyt szolgáidról, akiket magadhoz szólítottál ebből a világból. Add, hogy akik a keresztségben titokzatos módon részesültek fiat halálában, részesüljenek fiat feltámadásában is, amikor a holtakat életre kelti a föld porából, és romlandó testünket megdicsőült testéhez hasonlóvá teszi. Többi elhunyt testvérünket pedig, és mindazokat, akik a te kegyelmedben költöztek el ebből a világból, fogadd be jóságosan országodba. Ott majd reményünk szerint velük együtt mi is, dicsőségedben örökre részesülünk. Amikor letörölsz szemünkről minden könnyet, és színről színre látunk téged, Istenünk. Hasonlók leszünk hozzád mindörökre, és szüntelenül dicsőítünk téged, Krisztus Urunk által, mert általa árasztod el minden jóval a világot. Ő általa, ő vele és ő benne, a tiéd mindenható Atya Isten, a Szent Lélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség, mind örökkön örökké. Amen. Üdvözítőnk parancsára és isteni tanítása szerint, így imádkozunk. Mi Atyánk, aki Yeah.
Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól, adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét. Mert hídod ország, hatalom és a dicsőség, mindörök életben. Urunk Jézus Krisztus, te azt mondottad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézzed, hanem egyházad hitét. Őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét. Aki élsz és uralkodol, mindörökkön örökké. Amen. Amen. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. És a te lelkeddel. Köszöntsétek egymást a béke jelével. Legyen békesség köztünk mindenkor. Az Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akiket meghív asztalához Jézus, az Isten báránya. Uram, nem vagyok méltó, hogy hagynék meg a jövőt, hanem csak egy szóval mond, és megkülül az életem. Krisztus teste, őrizze meg engem az örök életem.
Így szól az Úr, én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz bennem, még ha meghal is, élni fog. Az, aki úgy él, hogy hisz bennem, nem hal meg örökre. Köszönjük, Istenünk, hogy Te szeretsz minket. Köszönjük, hogy Te édesanyát adtál nekünk, akivel együtt magadhoz akarsz ölelni minket. Védj fel minket, s elhunyt hozzátartozóinkat a Te szeretetedbe. Jézus Krisztus, ami Urunk által. Amen. Amen. Könyörögjünk, mennyei atyánk, add kegyelmedet, hogy örök világosságod és békességed országába jussanak elhunyt gyermekeid, akikért ezt a húsvéti áldozatot bemutattuk, Krisztus, ami Urunk által. Amen. Szeretettel hirdettem a kedves testvéreknek, hogy elkészültek a novemberi szórólapjaink, ezek a honlapunkról is letölthetők, innen is a templomunkból elvihetők. Szeretettel hívjuk ezekre a programokra a testvéreket. Hétfőn délelőtt 9:30-tól Kálvária templomunknak a takarítását végezzük. Kérem, aki tud, jöjjön segíteni. Aki teheti, jelezze ezt előre is, hogy tudjuk, hogy körülbelül hány emberre számíthatunk. A takarításhoz hozzunk magunkkal eszközöket, és külön szeretném kiemelni, hogy kis késre is szükség van, hogy a kis gyomokat a téglák közül ki tudjuk metszeni, ki tudjuk szedni. Nagy segítség, hogyha tudnak jönni a testvérek. Tehát ez hétfőn lesz, holnap délelőtt. Szeretettel hívom és várom mindazokat, akik szívesen hallgatnának felnőtteknek szóló kisebb előadásokat. Ezeket alapvetően én szoktam tartani a katekumenátus keretében. Ez most csütörtökön, este 6 órakor lesz a következő ilyen alkalom a Donneri plébánia épületében. Csütörtökön ugyancsak a Szentmisét, mivel első csütörtök van, a hivatásokért, papi és szerzetesi hivatásokért ajánljuk fel, szeretettel hívom erre is a testvéreket, ezután pedig egy rövid szentségimádást fogunk tartani ugyanerre a szándékra, ezt követi majd az előadás a plébánián. Most első péntek lesz, és első pénteken különösen is hívjuk a testvéreket a Szent Gyónás szentségéhez. Én is itt egy órát 4-től 5-ig gyóntatok a Donneri templomban. Máshol is az atyák örömest tesznek elegest ezeknek a felkéréseknek. Ugyancsak most pénteken a Bibliakörnek a következő alkalma lesz majd Kapos szerdahelyen, ez este 6:30-kor kezdődik, és alatta gyermekvigyázás is van, szeretettel hívjuk ide is a testvéreket. A szombatesti program az ifjúsági csoportnak szól, este 6 órakor szintén a plébánián fiatalokat hívunk ide, azok is jöhetnek, akik eddig még nem jártak. Rá következő héten, november 14-én, pénteken este 6 órakor a házasság kerül főként előtérbe, a házas közösség tagjait, meg házasokat hívunk a plébániára este 6 órára. Ugyancsak a jövő héten, szombaton, tehát 15-én, 2 hét múlva már inkább így mondanám, a kaposszerdahelyi plébánián egy előadás is lesz házaspároknak. Részletekről majd a honlapunkon is, meg jövő héten is tájékoztatjuk a testvéreket, lehet érdeklődni. Várom azoknak a gyerekeknek és fiataloknak a jelentkezését is, akik a karácsonyi pásztorjátékban szeretnének szerepelni, mindjárt itt a karácsony,
a próbák hamarosan elkezdődnek, kérem, hogy olyanok jelentkezzenek, akik tudnak jönni is ezekre a próbákra. Szeretettel várunk a mostani karácsonyunkra is, karácsonyfa felajánlásokat. Aki tud esetleg fát felajánlani, vagy erre támogatást, azt kérjük, hogy jelezze azt a sekrestyében vagy a plébánián. Mai szentmisét azt a helyi televízióban 5 órakor, holnap pedig a Somogy televízióban, tehát hétfőn 5 órakor tekinthetik meg újra a testvérek. A kis bábfilmünk a mai nap Jobbnak a történetét adta elő Rizskával és Csibével. Ez a Dunavör csatornán hétfőnként ismételve van, délután 3 órakor. Jövő héten szintén reggel 9-kor az M1-en lehet majd ezt megtekinteni. Héten még van lehetőségünk, hogy szentmisét mondassunk itt a templomban. Végül itt szeretném megköszönni a testvéreknek is, és azoknak is, akik esetleg televízión követnek minket, hogy a szavazatukkal támogattak, de azt is tudják a testvérek, hogy én ezt nem kerestem, nem az én indítványom volt, meg nem az én erőlködésem ez. Jól esett, hogy a testvérek így bíznak bennem, és még jobban esik, hogyha tudom, hogy azok, akik ezt megtették, még imádkoznak is értem, és támogatnak ebben a további munkában. Kérem, hogy ezt az imádságot tekintsük elsőként a legfontosabbnak, és örüljünk annak, hogy tanúságot tudtunk tenni mi is a hitünkről egy ilyen módon is, hogy ország világnak tudtára tudtuk adni, hogy számunkra ma még fontos az, hogyha valaki a papságában próbálja hirdetni Istennek az igéjét. Köszönöm a testvéreknek ezt a tanúságtételt ezúton is. Most álljunk föl és fogadjuk az áldást mindannyian. Háromszoros áldásunkra ámennel felelünk. Az Úr legyen veletek. És a szerelkeddel. Áldjon meg titeket a vigasztaló Isten, aki kimondhatatlan jóságában teremtette az embert, és egyszülött fiának feltámadása által megadta a feltámadás reménységét a benne hívőknek. Amen. Amen. Nekünk, akik még élünk, adja meg bűneink bocsánatát, minden megholt hívőt pedig vezessen el a világosság és a béke országába. Amen. Adja meg, hogy Krisztussal együtt, vég nélkül boldogan éljünk mindnyájan, akik hittel valljuk, hogy ő valóban feltámadt a halálból. Amen. Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. Amen. A Szent Mise véget ért. Menjetek békével. Istennek legyen hála. Halottainkért imádkoztunk. Hálát adunk mindenért, amit rajtuk keresztül Istentől kaptunk. Legfőképpen a szeretet ajándékáért. Mert Isten még most is a szívünkbe oltotta azt a szeretetet, amelyet megkaptunk, s amelyet továbbadhatunk. Arra teremtett minket, hogy őt nagyon-nagyon szeressük, és hogy mindenki mást is, aki közelünkben van,
úgy szeressünk, mint saját magunkat. Engedjük, hogy halottainknak a példája, csak a jó, csak a szép, megmaradjon bennünk, és a szeretetre és Isten nagyobb ismeretére ösztönözzön bennünket. Kérjük közbenjárását Szűz Máriának, égi édesanyánknak. Engedje, hogy valóban magához öleljen minket az Isten. A szentmisét a kaposvári Donneri városrészből, a Szent Kereszt templomból közvetítettük. Dicsértessék a Jézus Krisztus, mindörökké. Amen.